halljon meg, vagy hallgasson örökké. Mi van? Dugja fel magának a tamponját. Felettébb sikeres vagyok a munkámban, és egy új regény Dugás és pofoszkodás címmel a 16 éves lányom tollából kellemetlen színben tüntethet fel engem. Na jó. Vagy tényleg nagyobb betéptem, vagy tényleg azt mondtad, hogy doktál Henkel. Meghalt az apukája is. Micsoda egy lotyó vagy? Tudom. Na és jó volt? Igen. Hűha. Ez nem ilyen egyszerű. Nem is kértem ilyet. Nem készülök romantikus kirohanásra, és nem teszem tönkre az esküvődet. Gyere! Na jó. Először is. Ti nem szeretitek egymást. Tessék? Azt se tudjátok, mi a szerelem. Szerettem az apádat, persze, hogy szeretem. Karen, kérlek, ne sértődj meg, de ne fárasz ezzel a fassággal, hiszen... Te szeretsz engem? Hozzám jössz feleségül? Jó sok jellemhibád van, apu. De a szíved a helyén van. Jobb lett volna, ha egy gazdag hülye gyerek kocsijában veszítem el a szüzességemet. Gyerünk, légy kedves a konciához. Tudod, mire jöttem rá? Ez az este életem egyik legszebb élménye. És te még szebb vagy. Na jó. Pedig elhívott. Randizni.